1869-ben alapították az intézetet, gyakorlatilag a kiegyezés után 2 évvel. Tudjuk, hogy a kiegyezéskor létrejött az önálló, a monarchián belül az önálló Magyar Mezőgazdasági Minisztérium. Szinte az első intézkedése volt, hogy egy ilyen gépesítési intézetet hozott létre. Miért? Azért, mert a monarchiával, az új kiegyezéses rendszerrel hatalmas piac nyílt meg, és amikor hatalmas piac van, akkor nagy mezőgazdasági fejlesztés van az országban. Hasonló most teljesen a mostani helyzet, hiszen az Európai Unióba való belépésünkkel egy nagy piac nyílt meg, teljesen hasonló feladata, expanziója van a magyar mezőgazdaságnak, és ebből fakadóan az intézetünknek is. Jelenleg milyen kutatásfejlesztési projektekben vesznek részt? A jelenlegi kutatásfejlesztési projektjeink egyfelől a gépek használati értékére vonatkoznak, ezeket főleg megbízásos kutatási formákban végezzük. Fő területek itt a traktorok hatásfokának vizsgálata, egy nagyon érdekes fékező kocsink van, ami a világon egyedülálló, és ezzel mi tudunk szántóföldön traktorokat úgy vizsgálni, hogy azok mekkora teljesítményt képesek leadni. A traktorgumik és különböző mezőgazdasági gumiszerkezeteknek a vizsgálata szántóföldi körülmények között, a talajművelőgépek, vetőgépek, különböző munkagépeknek a vizsgálata, ez a labor is történik. Kiemelt feladatunk a növényvédőgépek munkavédelmi és biztonsági vizsgálata, ezt jogszabály írja elő. Kiemelt feladatunk még a különböző bioenergetikai eszközöknek a mérése, amelyeknek egy részét szintén jogszabály írja elő. Ezek a megbízásos témáink. A kutatási témákban 2 irányba szakad a munkánk, egyrészt EU-s kutatási programok, ebben a legnagyobb a Climate Kids néven, ez egy ilyen innovációra épülő hálózat, amelyben mi nyertesek lettünk. Tehát ez a különböző emissziós közös kutatásokat jelenti, és oktatást, képzést is az Európai Unió többi egyetemével, kutatóintézetével, ez egy nagyon nagy európai program. A magyar részek zöme, tehát a pályázatos kutatásokban pedig a piactudatos technológia fejlesztéshez kapcsolódik, amelyhez néhány példát mondtam már, de ezt meg szeretném toldani például az ózonnal történő különböző kártevő kiirtási kísérletekre és fejlesztésekre, amelyet tárolókban és különböző magtárakban alkalmazunk. Ez egy nagyon új kísérleti terület, vagy a biogáznál, például a biogáz termelés esetén a különböző ultrahangos macerálással végzett biogáz termelés, tehát hogy itt a törzseket, különböző a mikróbákat különböző ultrahangos kis gerjesztésnek tesszük ki, hogy több gáz fejlődjön ilyen módon. Hát ez a néhány kutatási terület az, ami izgalmas.